Hello mindenkinek, én Tomó vagyok, és a mai videóban egy kis programajánlót hoztam el nektek. Három program van, ami a júliusi hónapban lesz. És hogyha szereted az autókat, szeretnék kikapcsolódni és egy jó bulin részt venni, akkor ezek a te programjaid. A programok között sorrendbe fogok menni, ahogy lesz a hónapban. Az első ilyen program a Northeast Company rendezvénye lesz. Immáron 7. alkalommal szervezik meg a fiúk a Meet and Talk autós találkozót. A helyszín szokásosan aktelek, a Baradla Camping és turistaszálló minden évben itt szokott lenni. Amit erről a rendezvényről tudni kell, hogy 2000 forint a belépő, de ez a 2000 forint, ez 3 napos belépési jogosultságra jogosít fel. Hú, bonyolult mondat volt. Ugye pénteken lesz a nyitás, 12-re lehet érkezni az autókkal, elfoglalni a szálláshelyeket, aki természetesen meg akarod szállni, mert ugye aludni is lehet ott. Szombaton lesz igazából a főnap, ekkor a nyitás az 7 órakor lesz, onnantól érkezhetnek az autók. 12 órakor lesz egy csípős lecsó evő verseny, amire kíváncsi vagyok. Ezen kívül még sok más is lesz, például 14 órától Show and Shine, tehát be kell mutatni a közönségnek az autódat. Nem tudom, hogy ez volt-e már, de szerintem már volt ilyen program régebben is, ha jól emlékszem. A nap folyamán is igazából lesznek versenyek, programok, gondolok itt kipufogó hangnyomásvérésre, top 10 autóverseny, de ezeket úgyis a helyszínen szerintem el fogják nektek mondani. Illetve, hogyha felmentek a Northeast Company-nak a Facebook oldalukra, létrehozták az eseményt, és ott van minden szépen sorba. Minden program, minden verseny, de hogyha szerintem ráírtak a fiúkra, akkor ők is szívesen megmondják, hogy milyen programokkal, illetve milyen versenyekkel várnak titeket. Ott találkozunk remélhetőleg. Ami nagyon fontos, hogy ez a találkozó regisztrációhoz kötött, aki természetesen ki szeretné állítani az autóját, annak mindenféleképpen kell regisztrálni, úgyhogy ezt tegyétek meg, mert ez muszáj lesz. De ez csak annak, aki ki szeretné állítani az autóját. Az e-mail címükre kell ezt majd írni. Az esemény az lent lesz a leírásba, illetve a komment szekcióba is. Rögzítve lesz mind a 3 esemény. Úgyhogy csekkoljátok, lenézzétek meg, és olvassátok el az infókat. Július 2-ától július 4-ig tart. Péntek, szombat, vasárnap, ugye július 3-a, az a szombat a főnap, ekkor lesz igazából minden verseny, meg ilyenek, és vasárnap pedig az esti buli utáni kijózanodás. A következő program az nem más, mint az LR All-Star, azaz a Lada Racing All-Star Gála, immáron 9. alkalommal. Hát, hogyha úgy vesszük, ez 2-1 rendezvény, ugyanis jönnek a ladások, mint minden évben, illetve a drift is lesz, már ez is régóta így van, hogy ladások, drifterek, gondolok itt Piskolti Kevinre, Utasi Petire, Porkoláb Peti, és még sok más. A rendezvény helyszíne Mária Pócs, ahogy minden évben, Mária Pócson a Rabócsi Ringen lesz megtartva a rendezvény, minden évben itt szokott lenni. Ez a rendezvény július 9-től július 11-ig lesz. Hát július 9-én ugye depónyitás 4 órától, illetve 5 órától lesz a regisztráció a ladásoknak, a driftereseknek, vagy a driftereknek, illetve driftereknek. Illetve 5 órától lesz a regisztráció a ladásoknak, a drifteseknek, illetve a robogósoknak, ugyanis lesz a robogó verseny is, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy az hogy fog kinézni, meg milyen lesz,
mennek körbe a rabócsiringen, robogóval, az szép lesz. De minden esetre ígéretes programnak néz ki. Ennél a rendezvénynél is a főnap a szombat, azaz július 10-e. Hát igazából ekkor lesz a ladásoknak a körverseny, gépátvétel, 7 óra 30-tól már a robogóverseny, driftedzések, a ladásoknak a Lada Racing All-Star Gála edzés, vasárnap pedig ugye a drift edzések reggel 7 órától, Lada körversenyek még ezen a napon is, Lada felvonulás, a drifteseknek verseny ugye, kvalifikáció, úgyhogy érdemes megnézni ezt az eseményt is, aki szereti a ladákat, az autókat. Ez is lent lesz a leírásba, ahogy az előző is, illetve ahogy a következő is lent lesz a leírásba, illetve a komment szekcióban is. Egyébként a Lada Racing All-Star gálára is lesznek belépő jegyek, amik úgy szintén lent lesznek a leírásba, vagy hát nem a leírásba, hanem a komment szekcióba. Ott meg tudjátok nézni, melyik napra, illetve hogyha több napra szeretnétek, akkor mennyibe kerülnek az adott belépők, illetve linkeket is teszek le a leírásba az infókról, úgyhogy csekkoljátok le. Azt tudni kell, hogy erre az eseményre védettségi kártya nélkül is be lehet menni, vagy nem szükséges hozzá védettségi kártya, vagy igazolvány. Azt nem tudom, hogy a North East Company eseményére kell-e, de majd megkérdezem a srácokat, és leteszem a leírásba, hogyha kell, hogyha nem, akkor azt is megírom a komment szekcióba és a leírásba is. És eszembe jutott közben ezen a rendezvényen, ugye Piskolti Kevin, ő szerintem fix, hogy ott lesz, mert ugye drifter. Szerintem youtuberek között ott lesz Kevinnek a Tomi barátja, illetve Kevinnek a barátai. Szerintem még youtuberek között ott lesz Dreamy is szerintem, mert ő is szokott menni az ilyenekre, úgyhogy találkozhatok velük is. Hogyha kijöttek, akkor sok, hát ismertebb emberrel találkozhattok, youtuberek, ilyenek. Úgyhogy, ha szeretnétek velük is találkozni, ha lesznek kint, akkor kint megtalálhatjátok őket a Lada Racing All-Star gálán. A következő rendezvény az pedig nem más, mint az Autohif és Tuning Fesztivál a Muhiban, a Real Extreme-en. Ez is jó szokott igazából lenni, úgyhogy ez a rendezvény július 23-ától július 25-ig tart. Ugye itt is péntek, szombat, vasárnap, ugye hétvége, és ennél is úgy lesz, mint az összes többinél, hogy pénteken lehet érkezni, akkor már föl lehet állítani a sátrat, aki ott akar aludni a Real Extreme-en, igazából akkor már szerintem fognak menni egy páron, Danóik már szerintem kint lesznek. Szombat 24-e, az ugye a főnap. Ekkor lesznek igazából a programok, például RC autó bemutató, tuning és hangnyomás autók, autólimbó, autószépségverseny, hangnyomás versenyek, kipufogó hangnyomás mérés, offroad, trikó flash koncert, nappali és after party, videódiszkó, karaoke, egész nap jazzki és tube vízi sportok. Azt nem tudom, hogy erre a rendezvényre is kell-e védettségi igazolvány, de szerintem nem, mivel strandon lesz és szabadban, ezért valószínűleg, hogy nem kell hozzá. Az fontos, hogy ez a rendezvény is belépős, de ezt is leteszem a leírásba, hogy mennyi a belépő, mennyibe kerül 2 napra, 3 napra, hogyha már 3 napon ott szeretnél lenni. Ezek lesznek a leírásba, úgyhogy olvassátok el, illetve hogyha ki szeretnétek állítani az autót, akkor az is ott van, nektek is kell
belépőt fizetni, hogyha ki szeretnétek állítani az autót. Lent lesz a leírásba ennek az eseménynek is a linkje, illetve az előző kettőnek is. Csekkoljátok le, valószínű én a Muhin az autófesten mindenképpen ott leszek. Szerintem az All-Star gálán is találkozhattok velem, illetve nagyon setszeketem, hogy megyek a Northeast Company-nak az autós találkozójára is. Hát majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Közben srácok, megállt az előző felvétel, ugyanis lemerült a kamera. Egyébként 4K-s videó, vagy 4K-ban veszem föl vele. Igazából nagyjából mindent elmondtam, ami fontos az rendezvényekkel kapcsolatban, úgyhogy ott leszek én is, és egy csomó ember is ott lesz. Egyébként ezek a rendezvények minden évben jók szoktak lenni. Hogyha szeretnétek, akkor eljöttök. Én nem kötelezek rá senkit, de ajánlani tudom ezeket a programokat. Ha találkozunk, akkor ott találkozunk. Minden részlet lent lesz a leírásba. Csekkoljátok, illetve lerakom a komment szekcióba is, rögzített bejegyzésként. Csekkoljátok, reméljük kint találkozunk az eseményeken. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és hogyha szeretnétek még ilyen program ajánlókat, akkor írjátok meg kommentbe, illetve jelezzétek nekem egy lájkkal. Pacsi az Autofestnek, a Lada Racingnek, Drifting.hu-nak, illetve a Northeast Company-nak, hogy megrendezik ezeket a eseményeket. Ott találkozunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Az eseményeken találkozunk. Sziasztok!